Szevasz, üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon reggelen. Itt van apukám, hogy látjátok, ott a Davis. Ugyanis készülődünk, nem máshova megyünk, mint kivisszük a csónakot. Szép az idő, feltöltöttem az akkumulátort. Úgy néz ki, hogy működik. Mutatom, látod, ott áll kint. Bekötöttem mindent, be is indítottam, úgyhogy beindult. Remélem, hogy minden jól fog működni. Nem akarom, hogy megint az egész család ugye beszálljon, és utána derül ki, hogy még sem fog menni. Bár beindítottam, ahogy mondtam, teszteltük egyet, itt mentünk egy karikát apukámmal. Minden működik, úgyhogy a család szerintem beszállhat. Davis az majdnem, hogy készen van, apukám ugye megérkezett, a feleségem való készülődik, a Lucas megvan, szervusz. Megvan minden? Hova rohansz? A cipődet, de miért kell a cipő a hajóba? Azért, hogy vizes legyen. Na mindegy, azért vegyed fel. Mert sár van kint. Itt kint sár van, ugye, mert feljön a víz, lemegy a víz, és addig beugrasz. Na mindegy. Felvesszük a cipőt, hozunk, mit hozunk? Hozunk inni, hozunk, még mit viszünk? Nem tudod? Hát viszünk valamit inni, akarsz valamit rágni? Mit, a kötelet, vagy vigyünk magunkkal valami chipset? Chipset, rendben van. Úgyhogy viszünk magunkkal a chipset, a kötelet fogjuk rágni, és kimegyünk ide nyitottabb vízre, hogyha kiérünk odáig, már biztos, hogy kiérünk, csak viccelek. És mit viszünk magunkkal? Inni. Kell, mi kell? Apukámnak, nekem, feleségemnek, Lucasnek, Davisnek, öten vagyunk, ugye? Öten vagyunk. Öt darab indivaló, úgyhogy várják, készülődünk. Aztán még el nem felejtjük, kell Jackie. Életmentő Jackie, ugye a Davisnek. Fel kell rá rakni, hát ha sose lehet tudni, mi történik. Na, szervusz, felhúztad a szemegedet? Az nem a te sapkád. Hol van a te sapkád? Ott van a sapkád. Rájvesz, ott a sapkád, nézd, ott az a kék. Jössz? Gyere, felrakjuk ezt rád. Hova mész? Te a Lucas nem lesz boldog. Oda nézd, milyen rumbi van a Lucas szobájában megint. Davis. Úgy, csukjad be. Gyere. Ügyes vagy. Cseréljük a sapkát. Ezt meg felvesszük. Húzzad fel. Gyere. És... azt hiszem, hogy lassan megvan minden. Úgyhogy összekapjuk magunkat, és indulunk! Kezét. Még új neki, ugye még nem ült motorcsónak, meg hajón, meg kajakba semmibe se, de amúgy élvezi, nézi a házakat, a csónakokat, a kilátást. De most menjünk itt tovább egyenesen, arra felé, és kimegyünk a nyitottabb vízre, aztán ott egy kicsit majd felgyorsulunk, ugyanis itt ugye van sebességhatár, nem nagyon lehet itt száguldozni, csak ilyen szép lassan, aztán utána egy kicsit oda taposunk neki, hogy ott nézd, ott horgásznak szembe. Sokan kint vannak ma. Lassan kérünk oda nyitottabb vízre, amit elhagytuk ezeket a házakat. Átmegyük ott a híd alatt, és ott oda taposunk neki a picikét. Ott hoznának le még hajókat, ahogy hajót, csónakot ott szembe. Sokan itt kint vannak, kioszták már a csónakot. Még kora van? Kora, 10 óra 20 perc van. Ott hozzák le. Horgásznak, mi nem fogunk horgászni. Lucas, ott egy kacsa a vízen, látod? Kamerán nem hiszem, hogy lehet látni annyira. Ott egy kajak, meg ilyen lakások vannak itt, ezek lakások itt jobb oldalt. Aztán vannak egy pár szebb házak is, vagy voltak ott beljebb. És ezek se rosszak, legalábbis kilátás nem túl rossz. Na várjál, átmenjünk, jön egy hajó szembe, egy csónak, elég gyorsan. Mint hogy átengedjük a híd alatt valószínű. És kiérkeztünk a nyitott vízre, átjöttünk ott a híd alatt, ahogy látjátok. Most nem sokára elkerüljük ezt a bóját, kicsit kijel megyünk arra felé, aztán oda lépünk neki. Addig átadom a kamerát apukámnak, vagy a Lucasnek, tudjam valamit filmezni. Köszönöm.
mire ült a Davis, ugyanis ott hátul elkezdett visítani a Lucas-szel. Mikor odaléptem neki, apukámnak előre kellett ülni, mert a hajó elment hátulra, túl sok volt a súly hátul. Úgyhogy ide ült előre mindenki, kivéve a feleségem, a Lucas maradt hátul. Amúgy itt vagyunk kint, ott lakik apukám meg anyukám abban a házban valahol. És van egy pár csónak ki, meg hajó is. Itt le kellett lassítani, mert itt hattal lehet csak megint menni. Ott van szembe távolba Surfers, ugye a központ. Itt még megyünk egy darabig, aztán nem tudom, hogy mit csinálunk. Arra kimegyünk valószínű, majd meglátjuk. A Davis amúgy most itt élvezi elő. Az elő akart egyet vezetni, de mondtam neki, hogy nem lehet. Ott hátul ott a Lucas feleségem, mert ők is élvezik. Lucas élvezed? Akkor jó van. Az idő szép. A víz szép kék, úgyhogy megyünk tovább. Még mindig itt ül elől. És az időjárás nagyon jó, ahhoz képest, hogy milyen május van, ugye még mindig nagyon jó az idő. Meleg van, lehet, hogy csúnyik a napon, mert hogy elmegy a nap, tenap nem volt, egyszer-kétszer elment a nap, nem volt olyan nagyon meleg. Mit csinálsz? Azt hiszem, a Davis vezetni akar. Itt vannak ezek a zöld táblák, ezek a jelzések, meg a piros, hogy kettő között kell ugye elmenni, és attól függ, hogy merről jössz, úgy kell őket elkerülni. Jelenleg a zöldnek itt kell lenni jobb oldalt, a pirosnak meg a bal oldalt, tehát kettő között kell elmenni, hogyha jól tudom. Hogyha nem, akkor rosszul megyünk, bár mindenki így került el őket. Úgyhogy valószínűleg elmegyünk a visszafelé a régi lakásunk felé, ahol laktunk, és megnézzük, hogy hogy néz ki közelről, kívülről, a vízről. Davis nagyon meg akarja fogni a vizet jelenleg. Olyan jó idő azért nincs, hogy fürdeni lehessen. Amikor valaki kérdezte, hogy lehet-e itt fürdeni ebben azon a folyón, itt nem lehet fürdeni. És lehet fürdeni, csak feljönnek ide a cápák. Egész végig, ugye előfordul. Nem az, hogy mindig, de meg van benne sok szemét, meg faág, meg mindenféle fajta dolog, ezért nem ajánlatos benne fürdeni. Inkább csak hajózni, kajakozni, meg körbe menni rajta. Na mi helyzet, Nyuszi? Akarsz vezetni? Na már itt befordulunk, aztán ide ugratsz, és akkor vezethetsz egyet, jó? És befordulunk. Hello. Ja, a daddy. A daddy vezet. Vezet a Davis. Csak össze-vissza ide felé, de ne tudunk menni annak a táblának. Hát nem megy neki az oszlopnak azért. Oj. Arra
forduljál balra. Kicsit elfordulj balra. Kicsit vissza jobbra. Nem arra. Egy kicsit. Úgyhogy a Davis jelenleg egyedül viszi a hajót, én fogom a kamerát, nem fogom a kezdét. Azért neki megyünk a portnak, te! Vissza, vissza, vissza! Nyuszi! Nem neki viszi minket a vizének a partnak ott. Egyenesen, egyenesen, most ne forgass sehova a kormányt. Úgy-úgy, egyenesen. Jaj, te! Arra... Nehéz! Azt hiszem, hogy az a baj, hogy nem lát ki, és nem tudja, merre kell menni. Mi, Davis? Nem látva, hogy merre kell menni, mert nem látsz semmit. A Davis az körülbelül... A Davis az körülbelül ilyen magasságban lát, és fogalma sincs, hogy merre megyünk. Ha elnézzünk jobbra, akkor látja nagyjából, hogy hol megyünk. Azért nem tud egyenesbe maradni, mi? Majd azt én mondom neked, merre kell menni. Úgy fordíts, egy kicsit jobbra. To the right! Jaj! Úgy, de ne olyan sokat, csak egy picikért. Nem kell nagyot fordítani ezen. Picit fordítunk a kormányon mindig, jó? Nem olyan nagyon nagyokat. Mutatom. Arra visszafelé bemegyünk. Úgy, tekerd jobbra. Kicsit vissza, mert neki megyünk. Nem arra. Úgy, szép lassan bedöcögünk hazafelé. Ott van szemben a régi lakásunk, ahogy látjátok. El fogunk odáig menni. A Davis még mindig vezet. Amúgy élvezi, csak mindig azt mondja nekem, hogy rakjam el a kezemet, mert nem fogja a kormány, mert ő akarja. Mindig mondom neki, hogy ezt nem lehet csinálni, mert akkor valaminek neki fogunk ugye menni. Mi? News. Amúgy, ha itt befordulnánk jobbra, akkor hozzáérnénk, de kikötni nem fogunk azzal a kikötőn, ugyanis úgy raktak oda egy kikötőt a régi lakásunkhoz, de azért elmegyünk odáig, aztán belekukkodunk. Oda szembe, ha itt befordulnánk, akkor itt érnénk ugye haza. Ha meg arra átmegyünk egyenesen, odaérünk a régi helyünkhöz. Aztán benézünk. Benézünk a negyedikre, hát ha megvették, vagy kiadták azóta. Kíváncsi leszek. Naivis, mit csinálsz? Nem arra, nem hazamegyünk. Arra megyünk egyelőre. Forduljál vissza. Arra, egyenesen. Úgy. Fogjad egyenesbe. És mehetünk. Lassan. És megérkeztünk. A negyedik. 1, 2, 3, 4. Fel van húzva a redőny. Nem tudom a kamerán mennyire látni, de szerintem senki nem lakik benne. Én úgy nézem, hogy üres. Legalábbis innét nézve. Semmi nincs az erkélyen. Kikötő pedig itt van, ahol sose kötöttünk ki. Most már nem is fogunk. Na, megyünk itt még egy kört, aztán lassan visszamegyünk, mi? Mit szólsz hozzá? Megyünk még egy kört itt, aztán visszamegyünk lassan? Nyuszi, hogy elég jól hozta a csónakot. Menjél vissza, pompálasz. Úgy, aztán fordulunk. Látod, hogyha felállsz, akkor legalább még látsz is valamit. Különben itt semmit nem lehet látni neki, hogyha bennül egyedül az ülésben, ugye semmit nem látna, mert magas az oldala a csónaknak. És visszaérkeztünk. Ott az a nagy hajó mellettünk, és ott van a mi házunk. Így néz ki a vízről. Ez se csúnya hajó, ez is szép nagy. Igaz, hogy a régi meg kéne csinálni. Szépen megpróbálok bevenni, nem neki menni annak a nagy hajónak. Kicsit nehéz, kimegyek a bal oldalra, aztán ráfordulok valószínű, hogy jobbra. Ott be kell férnem a hajó, meg az a deck között. Eddig még sikerült, egyszer sem mentem neki egyiknek se, remélem, hogy most se fogok. Szépen fordulunk rá. Aztán visszaveszem a gázt. Egyenesen. És bejövünk, oda néz, milyen szépen bejöttünk. Nem mentünk neki semmi. Apukámnak be kell akasztani, lejjement a víz, nem tudunk kikötni rendesen, kötél nem ére. Na, menjünk. Mindenki megvan. Beakasszuk. És kész. Megvan minden, kicsit följebb húzzuk. Kikötjük. Add a kötelet.
ide neki kötjük ennek, hogy ne tudjon elmenni sehol se, se jobbra, se balra, és kiszáll a család belőle. Úgyhogy addig megállítom, még itt megkötözöm a kötelet. Add ide! Kikötöttem oda a vízre. A víz most már kezd lemenni, itt volt fent, most lemegy. Ugye feljön, lemegy. Azért, mivel ugye nincsen utánfutó, azért mindig úgy kell húzogatni. Tehát, hogyha tudom, hogy ki akarom vinni mondjuk délután, vagy következő nap, akkor úgy kell állítanom a vízre, meg megnézem, hogy mikor van fent, hogy a vízzel legyen. Ugyanis sokszor, mikor elmegyek ugye dolgozni, és délután hazajövök, a víz lemegy, a hajó pedig ott ül, de a víz meg ott van a lent a arra felé. És egyedül kitolni rettentő nehéz. Utánfutót még mindig nem néztük meg a apukámmal. Ugye mondtam, hogy építeni fogunk majd valamit, hogyha úgy van. A múltkor ugye összecsuklott, mert nem volt elég erős, hogy valami más kell néznünk. Aztán lehet, hogy majd veszek hozzá egy rendes utánfutót, majd meglátom. Csak az a baj, hogy nem tudom elhozni, mert nincsen vonóhorog az autón. Egyik autón se, ezért de kicsit nehéz. Davis jelenleg ott eszik, aztán lassan elmegy és alszik egyet, ugye ilyenkor szokott aludni. Amúgy élvezte a Davis, csak mikor kezdtem egy kicsit gyorsabban menni, ugye, ahogy mondtam, akkor annyira nem szerettem, mert voltak ugye nagyobb hullámok a fönt azon a kinti vizen, és azt egy kicsit megijedt tőle. És azt ugye nem szerette annyira, amúgy élvezte az egészet, főleg mikor ugye vezethetett, azt rettentően élvezte. Aztán mit akartam mondani, a színeket, ugye múltkor mondtam nektek a hajószíneket, hogy melyik lesz, és sokan írtátok, hogy jó lesz, egy páran írtátok, hogy nem lesz jó. Megmutatom még egyszer végül is. Várjál. Ez az a szín, amit választottam, ugye? Ez az egyik főszín. Ez a fehér, ez pedig ez a szürkés. És gondolkoztam még ezen is, de nem tudom. Én úgy döntöttem, hogy marad ez. Lehet, hogy túl rikító lesz, vagy valami, vagy világos, de amúgy többen írtátok, hogy mondtam, hogy tetszett nektek az a szín. Majd neki fogok állni valószínű, ahogy mondtam, valamelyik nap, vagy héten, vagy jövő héten, ugye attól fog, hogy lesz időm a munka mellett. Amúgy elvittik ezt a sok italt, meg mindent. Egyedül a Lucas evett abból a chipsből, senki más. Nem álltunk meg sehol se, ugyanis majd legközelebb, amikor jobb lesz az idő, meg melegebb lesz, ugye majd megállunk a nyáron, kiszállunk, megmutatom nektek azt a túl részt is, azt a szigetet. Aztán ott majd megyünk egyet, mindenfelé, lehet ott majd ugye fürdeni a Davisnek is, nem az, hogy fürdeni, de belemenni a vízbe. Vigyázni kell ezen a helyen, mert van sok ugye meduza, főleg azon a kinti részen is, és vigyázni kell velük, tehát mindenhol nem tudsz megállni, csak ott belemész a vízbe és ott úszol, ahol akarsz. Vigyázni kell, cápák feljönnek, néha ugye előfordul, vagy megeszi a kutyákat, de vigyázni kell, tehát nem olyan helyre fogsz ugye kimenni, úszni, ahol a nyitott víz, de nem vannak több ilyen helyek, ahol meg lehet állni, és azért így védett. Delfinek az nagyon sok van, ma nem láttunk egyet se, de sokszor szoktunk, a héten is, nem, a múlt héten dolgoztunk egy ilyen házon, így a vizen, valahol nem, itt egy kicsit arrébb a másik felén, és bejöttek a delfinek ugyanígy. A ház körülbelül így volt, majdnem ilyen helyen, és így bejöttek ide a delfinek, jöttek egy kör, megfordultak, aztán kimentek. Úgyhogy ha majd legközelebb látunk delfint, azt lefilmezem nektek. És bár már mindenki látott szerintem delfint. Na mindegy, úgyhogy én most nem más fogok csinálni, mint megzajzom magamat, lehet, hogy levágom a hajamat, és most már tényleg kezd hosszú lenni, és nem is tudom, már semmi érdekeset nem fogunk csinálni, hogy ezt a videót én itt most lassan befejezem. Valószínűleg elmegyünk ugye a boltba, szokás szerint el kell menni, aztán Lucas amúgy elment a szüleimhez, és elmegyünk, felveszük. Úgyhogy mára ennyit, remélem, hogy élveztétek ezt a mai videót. Majd megnézem, hogy itt filmeztem, ugye elláttam és semmit, próbáltam vezetni, meg filmezni, meg apukám is. Remélem, hogy jól sikerültek a felvételek. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét. Szeretnék kívánni, hogy attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!